A Jászberény rendőrkapitányság eljárás folytat egy 34 éves jászteleki férfi ellen több rendbeli lopás elkövetése miatt. Az adatok szerint a kertben elbújva kifigyelt egy 92 éves jászteleki nőt, majd kihasználva figyelmetlenségét a házba bejutott, és onnan több aranyékszert, porcelán étkészletet, okosórát, mobiltelefont vett magához. Továbbá ellopta a sértett táskáját, melyben személyes iratok, bankkártyák és pénz is volt egy másik ingatlanból ruha neműket, láncfűrészt és mosógépet tulajdonított el. Később egy jászteleki ingatlan udvarán járt hivatlanul, ott egy kerékpár volt a szerzeménye. A nyomozók három rendbeli lopás miatt hallgatták ki a férfi gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását. A rendőrök kutatás során a lopásból származó tárgyak közül többet megtaláltak és lefoglaltak.